Tízfős csapatokban többféle hosszúságú ütőkkel három zónára osztott pályán játsszák 4x15 percben, hatalmas gyorsassággal, sok ütközéssel a férfiaknál. Ez a kanadai-amerikai eredetű lacrosse, amely 2008 óta nálunk is felütötte a fejét, van már ugye női csapat is itthon. Most Szüldi Ferenc edző Szabó Ákos, a Budapest Blacks nevű egyesület játékos edzője mutatja be nekünk a sportága Sziasztok, jó reggelt kívánok! Szia. Jó reggelt kívánok! És a kezdjük ott, hogy, hogyha ti ajánlanátok, ajánlani kellene, akkor mi a szép és jó bennem? Mivel ajánljátok? Igazából a csapatsport, itt nagyon közel kerülnek a, a csapattársak egymáshoz, mert kontaktsportról van szó. Itt, mivel a lacrosse az eredetileg egy Háborúra felkészítő sport volt, az irakéz-indiának erre használták. Ez napjainkban is ugyanúgy jelentkezik. Gyakorlatilag minden meccs egy háború. Innentől fogva csapattársaknak tényleg adott esetben egymást vérét kell adják a győzelem érdekében, különben nem megy a, a dolog. Emellett nagyon sok futás van játék közben, nagyon magas tempójú a játék, és persze, aki labdával szeret, játszani, annak biztos, hogy elnyeri a tetszését. Aki szereti a labdát, szereti a nagyon tempós, intenzív dolgokat és a bajtársiasságot így együtt, akkor az mindenképpen ajánlod Így van. Feli. Hát ezt csak megerősíteni tudom nagyjából. Még mindenképpen szükséges az, hogy kell hozzá egy kis őrültség, egy egész minimális, mert főleg a fiúknál az ütközés, test-testteleni kontaktus az hát alapvető részét képezi a játéknak. Így aztán, ha valaki félettől, annak abszolút nem ajánljuk, de egy óriási nagy adrenalin löket, nem csak a, a mérkőzéseken játszani önmagában, minden egyes edzés, minden egyes megmozdulás, úgyhogy aki, aki ezt szereti, annak mindenképpen ajánljuk. Ö, azt mondjátok meg, hogy mennyi időnek kell eltelni, amikor az ember elkezdi ezt a játékot, és így ráérez az ízére, és a bizonyos technikákat is megtanulsz, szóval az mennyi idő, amíg ilyen igazán élvezhető pörgős lesz mondjuk egy mérkőzés, amikor, amikor így lehet vinni az akciókat, megy a labda szépen, tehát, tehát hogy mondjam, tehát amikor a bénázás már nem olyan fokú, van, hogy hát még az ember ugye nehezen élvezi, csak próbál belerázolni. Hát nyilván ez ugyanúgy személyfüggő, hát, személyfüggő, igen, de... Személyfüggő meg ö, annak is a függvénye, hogy ki milyen hamar kezdje el, minél hamarabb van ez az időszak, tehát hogyha már valaki 10, 11, 12 éves korában elkezdi, akkor egy két-három hét után. Én úgy gondolom, hogy hogy eljön ez az időszak, hogyha később, én például 23 éves koromban kezdtem, nekem nagyjából egy olyan két-három hónap kellett, azt hiszem. De első pillanatokat bejavasztad? Abszolút. Tehát én, én, nagyon szeretek egyébként mindenféle sportot, az amerikai sportokat is. Én azelőtt a rosszal nem találkoztam, mielőtt edzésre jutottam volna, de az első edzés nagyjából a harmadik másodpercébe beszippantott a sportág. És hogyha valaki azt kérdezi, hogy jó, hát hogy ha amerikai sport, itt van az amerikai foci, akkor miért inkább lacrosse, mint amerikai foci? Egész más, teljesen más. Ezt ugyanúgy mondhatjuk, hogyha Európai sportokat nézzük, hogy valaki azt mondja, hogy itt a labdarúgás nem ért a kézilabda inkább. Ekkora vagy a még a azt mondjuk. Óriási. Hát, mm. összehasonlítható. hasonlítható. Ami hasonlít a kettőben, az az, hogy védőfelszerelés van rajtunk, és, és testeszteleni küzdelem. Mm. De a háttérben, az elméletben, a, a mentalitásban sok hasonlóság található, de a sportág az teljesen különböző. Hogyha párhuzamat akarunk vonni valamelyik sportághoz képest, akkor a jégkoronggal lehetne összevetni, a szabályrendszer is nagyon hasonlít a jégkoronghoz, mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ez a jégkorongnak egy ilyen nyári változata, de teljesen más gyökerei vannak, tehát ez csak egy ilyen zárójelesen. Mi, én éjszetjük. meg a gyeplabdára gondoltam, azt mondtam volna írtam. Hát az megint teljesen más igen, volt. Igen, ö, egyébként azért is hasonlít ö, nagyon a jégkorongnak és a lacrosse a szabályrendszere, ez egy érdekesség, ezt én is úgy olvastam utána, 1859-ben a lekross szabályai alapján vonalazták fel a jégkorongpályát. Tehát nem a jégkorong alapján vonalazták fel a, Aha, a Tehát Lekrosz az a bizonyos pályát, három harmada, illetve, hanem, hanem, a, a lekross pálya vonalazása alapján vonalazták fel a jégkorongpályát, és nagyon sok szabályt a Lekrosszból vittek át a jégkorongba, csak hát nyilván a, a jégfelület a magasabb sebesség miatt Alakítottak a szabályokon. Hányan játszák ma ezt Magyarországon, és általában honnan kerülnek ki a játékosok? Teljesen változó, hogy honnan kerülnek ki. Jelenleg azt tapasztalhatjuk, hogy inkább a, a fiatalabb korosztály, tehát így a, a gimnazista korosztályt vonza egyelőre még. De most indítjuk egyébként a, az ifi programot. Hogy hányan játszák, ezt nehéz lenne megmondani most szerintem egy ilyen férfiak, nők együtt szerintem egy ilyen száz főt számlálhat Magyarországon a, a, játékosok száma, de hála Istennek ez folyamatosan nő ez a szám. Hány csapat és hány egyesület van? Tehát most, hogyha bajnokságon is meccseket kell játszani, és az embernek még nem akar elmenni Ausztriába, hanem itthon akar játszani, akkor hány csapattal lehet számolni? Hát jelenleg Magyarországon eddig csak két egyesület van, mind a két egyesületnek van férfi és női csapata is. Úgyhogy sajnos, vagy hát nem sajnos, kikerülhetetlen az, hogy az ember külföldre járjon játszani, vagy külföldi csapatokkal rendszeresen játszon, mivel más játéklehetőség nem igen lenne. De ez nem is baj, mivel például az osztrákok, akik eléggé kézenfekvő ellenfelek számunkra, ők egy nagyon jó példát mutatnak. Náluk 2003-ban kezdődött a a legrosszabb őrület, hogyha leheti ezt mondani. És hát ők például minden világbajnokságon azóta elindult, 2008 óta, és mindig a legjobb 20 között végeztek. Tehát akkor van mit tanulni tőlük? Így van, így van. De még elpárolnak minket rendesen? Ö, egy csapat, igen, ami azaz, az osztrák válogatott magját adja, de a többi osztrák csapattal már felvesszük Ott már pariba versenyt. vagyunk. Hogy? Ott már vagytok akkor a Abszolút, többiekkel. abszolút. Mm -hmm. És hát ugye minden, minden évben ezeket a kihívásokat várjuk is, meg szervezzük is. Többek között minden évben januárban szervezünk itt Budapesten egy New Year's Cup elnevezésű kupát. Ezt 2010 óta szervezzük meg. Két, 2009, 2009 januárja óta szervezzük meg. És, és minden évben külföldi csapatokat hívunk meg és hát egyre jobb eredménnyel végzünk, azt kell, hogy mondjam, annak ellenére, hogy a mezőny az egyre erősebb. Most is egyébként 2014. januárjában szervezni fogunk egy New Year's amit majd a szövetség, illetve a, Budapest Black Lacrosse-nak a, a, honlapján is majd meg lehet találni az információkat. Ö, mit gondoltok mindezek alapján, milyen jövője lesz idehoz ennek a, a nagyon pörgős és gyors sportágnak? Gyors felfutás? Mint a pályán? Én úgy gondolom, hogy a gyors felfutás, mivel 2008-ban kezdődött el, ezért, hogyha lehet ezt mondani, akkor azt már lekéstük. De én úgy gondolom, hogy ez egy olyan játék, ami annak ellenére, hogy mennyire komplexnek és komplikáltnak néz ki, annak ellenére én már tanítottam 6-8 éves gyerekeket is lekorosszázni, hihetetlenül gyorsan elsajátítják egy-két nap gyakorlás után, már hogyha nem is teljes szabályrendszerrel, de egy egyszerűsített szabályrendszerrel, akár csak kesztyűvel és ütővel, már lehet rendes meccseket játszani, tudnak egy rendes meccseket játszani a lurkók. Úgyhogy igazándiból semmi akadálya nincsen ennek. Annyi talán, hogy, hogy egy kicsit felszerelés igényes, főleg a, a férfi a férfi szakág, mivel nálunk van, vannak ezek a védőfelszerelések, amik itt láthatóak is, de hogyha szabad, akkor megmutatnám, mert van itt női ütő és férfi ütő is. No, és a kettő közötti különbség. Gyorsan, már a végére érünk, de azért rendben. Ezt nézzük rendben. Még meg. Tehát arról van szó, hogy ez itt a női ütő ez azért lapos, mert a női lakroszban egyáltalán semmilyen ütközést nem megengedett, hogy könnyebben kieshessen Aha. a labda. Ez pedig a férfi ütő, hát ennek van egy ilyen mélyebb zsebe, pont azért, hogy, hogy könnyebb legyen a labdát megtartani a sok ütközés is, és többi között. Világos, Úgy ura. szerettem volna mutatni, ura. mert gyakorlatilag a női és a férfi rossz, mert én a női csapatnak a, a pulóverét hordom jelenleg, a, a férfi és a női lekros csak nevében has, ö, azonos, nagyon sokban hasonlít, de, de alapvetően két különböző játékról van szó. Urak, akkor jó fejlődést a sportágnak, mi is figyelni fogjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Még köszönjük. köszönjük szépen.